Most. És mindenek előtt azért, hogy egy kicsit oldjuk a hangulatot, zenélni fogunk, mert van köztünk egy egészen kiváló zenész, Tomi, aki összeállt a mi kollégánkkal, vagy fordítva, ezt majd elmondom, ugye van nekünk Budai Csabi kollégánk, így van, fantasztikus operatőrünk, aki a Budai Projekt névadó vezetője is, Budai Projekt egy zenekar, és akkor ti valahogy egymásra találtatok, illetve ők felkértetek téged, és innen átadom a szót, mondd te inkább. Így van, mert konkrétan a Csabinak évek óta van ez a zenekara, és azt mondta, hogy nagyon nagy megtiszteltetés lenne számukra, hogyha együtt dolgozhatnánk. És erre az egy dal erejéig kiválasztottuk ezt a dalt, meghangszereltük, áthangszereltettük, és megszületett ez a dal. Ennek egy nyilvánvalóan egy kicsit költségvetésileg szerényebben nagyon jó kis videóklipet sikerült összeraknunk. A sztoritól kezdve mindent összedugtuk a fejünket, és összeraktuk az egészet. Mi a címe? Hát ez egy most maga ez a dal, ez a Budai Projekt oldalán megtalálható. Ugye, hát most én nem merem kimondani a dal címét, inkább szóljon a dal, mert ott van benne. Ja, jó, akkor szóljon a dal. Egyébként rock baby a dal címe. Tehát ezt az... Lehetett hallani, tényleg, hogy mondtad. Hát rockzene, nem? Igen, nem rockzene? Nagyon jó. Jó, most ti jöttök. Ti jöttök egy énekkel. Valami kopaszokkal, vagy mit tudom. Budaink álljuk össze kórosba, kopasz. Szóval én szívből ajánlom a Budai Projektet egyébként bárkinek, aki szereti a rockzenét, mert ő ez a zenekar, csak hogy tudni kell róluk. Ők járják az országot, és magyar... mert Budai Csabinak hívják a zenekarvezetőt. Helyrajzilag is. Igen, és budaiak, így van. Ugye, és azt kell mondani róla, hogy régi magyar és külföldi rock, csak rock dalokat játszó zenekar. Tehát ez, aki szeret az ilyet, szerintem hívja meg őket, mert őszintén mondom, nagyon örülök, hogy dolgozhattam velük. Nem. Ez volt itt a reklám helye, de nagyon szívesen tettük, mégiscsak a saját kollégánkról van szó, és akkor elkezdjük most már a heti helyzetet a szokásos kerékvágásban.